Nagymamámék. Igen, tehát akkor nagymamádék az a leginkább. De bele szoktál olvasni? Ő nem nagyon. És nagymamádék miért szeretik? Miért vásárolják? Most mondjam, általában a halálhíreket nézik. Jaj! Szokásuk, igen, mondjuk ez. Azt, hogy melyik rokon halt meg éppen, vagy ismerős, úgyhogy igazából. Uh-huh. És van-e esetleg még valami, amit úgy mindig megnéznek ezeken kívül? Tehát gondolok itt arra, ugye vannak különböző rovataim. Hát az álláshirdetéseket szokják nézegetni, főleg nekem, hogy hát ha van jobban fizetve állás, illetve igazából. Esetleg van valami tematikus dolog, tehát gondolok, hogy ugye a nyugdíjas klipokról szoktunk sokat írni, az annyira nem. Akkor szóval nem járnak el otthonról, végig olvassák, de legalább ez megszokott dolog náluk, hogy a napló az van. Igen, ez mondjuk tény. Programok, az jó! Ma máig azok. Nem. Nem, ha neked a kezembe kerül, akkor... Hát nekem még nem kerül a kezembe. Nekem a Garfield erejéig kerül maximum kezembe. Meg a vicc. Kész? Uh-huh. Néha horoszkóp. Már azon is lehet röhögni. Na, igen. És mi az, amiből mondjuk többet kéne a Megyei Napban? Tehát mondjuk mi az, ami miatt te többet olvasnád, hogyha hát több lenne a Megyei Napban? Kisebb falvakról több turisztikai dolog kéne. Több turisztikai emlék. Ugyanis én most közfoglalkoztatásra dolgozok, Sólyban. Uh-huh. Hát elvileg 1000 éves falu, ami lényegesebb lenne. Ehhez képest azért havonta van egy kisebb cikk Sólyról, aztán ennyi. De annyira csak a helyiek vannak ott jelen, turisztika nem működik ott sem. Pedig vannak főleg érdekes dolgok azért is. Sokat jobban lehetne nyomatni az ilyeneket. Azért. Hát értékszámmérés szinten lenne érdekes. De most pont ezt csináljuk. Akkor ebből egy kicsit ebben tudsz szintén. A régebbi értékeket, templomokkal, ilyenek feltérképezésével foglalkozunk, de az a probléma, hogy mivel hogy nem nagyon látom, hogy kertkel és a pénzt, és a régi templomok nem tudják felújítani, pedig föltárták is, elég régi minták vannak a falakon, és voltak olyan kémek. Csak pénz is. De hát igen, minden pénzkérdés is van is. Jó, még egy ilyen internetet gondolom használ. És esetleg az interneten szoktad nézni az online oldalt, vagy esetleg a digitális újság? Szintén nem mondom. Nem nagyon. Ettől se annyira. Én nem. Inkább mondom otthon a viszerei én, a nagyszülők azok, akik. És mondjuk neten többet olvasol, mint mondjuk én? Neten igazából a Facebookon levő fontosabb megosztások, ami teszémben jellemzőek. Azokat szoktam olvasni inkább. Hát, ha van valami érdekes, amire érdemes elmenni. Igen, általában ott mondjuk az eseményeket jobban figyelem. Igen. És még gondolsz a nyomtatott sajtó jövőjéről? Tehát mondjuk magadból kiindulva mennyi az, amit nyomtatott sajtót olvasol? Figyelj, a rejtvények azok, amik igazából nekem fontosak, de hát mindenki más stílust olvas. Mondjuk rokonok között cserélődnek ezek a sztori, meg nőklapja, úgyhogy mindenki megvesz egyet, és akkor körbeadják. Ja, igen. Úgyhogy így van, elolvasom minden. Igen, nagyon szép.